mai napunk az, mondhatnánk úgy, hogy rendkívüli sajtótájékoztató, rendkívüli azért, mert volt egy haláleset Salgótarjánban. Mindannyian tudjuk, hogy Dóra Otto polgármesterünk elköltözött tőlünk. Tiszteletben tartva azt az emlékét, illetve tiszteletben tartva azt, hogy az elmúlt évben nem jelöltük és nem neveztük meg a jelöltünket, ez év 2016. január 6-án, azaz Vízkereszt napján mai nap beszeretnénk mutatni önöknek, beszeretnénk mutatni a salgótarjániaknak, az embereknek, az itt élőknek a Magyar Munkáspárt polgármesteri jelöltjét. Én azt hiszem, hogy nagyon meghatározó kell, hogy legyen az életünkben az, hogyha jelölünk. Nagyon meghatározó, hogy kit fogunk jelölni, és én bízom benne, hogy nagyon fontos az, hogy a jelölést úgy tettük meg, és az alapján, hogy végeztünk egy kis közvéleménykutatást a városba. A város tekintetében azt mondták nagyon sokan, hogy természetesen akár helyi embert, akár személyemre, de nagyon sokan megnevezték, és barátaink igen szívélyesen ajánlották, hogy kérjük föl Türmer Gyulát, a munkáspárt elnökét a Salgótarjánba induló választáson. Mi úgy gondoljuk, hogy a salgótanári emberek nehéz sorsáért úgy felelős a Fidesz, mint hogy felelős az MSZP és liberális partnerei. Mindkét pártszövetség volt hatalmon, kormányozta ezt az országot, voltak hatalmon a városban is. Az, ami a várossal, a megyével történt, azért a felelősség döntő mértékben azokat az erőket terheli, akik ebben lehetőséggel rendelkeztek. Mi úgy gondoljuk, hogy friss erőre, új erőre van szükség, és ezt a friss erőt, ezt az új erőt kívánja a munkáspárt jelenteni. Emlékezünk valamennyien Salgótarjánra, és ahányszor én itt járok és az emberekkel beszélgetek, mindig szívesen emlékeznek vissza a rendszerváltás előtti időszakra. Valóban a szocializmus esztendeinek köszönhetjük azt, hogy úgy a megye, mint ahogy a város Salgótarján is fejlődött. A magyar nemzeti ipar egy jelentős része ebben a városban volt. A rendszerváltás mindezt eltüntette, és vele eltüntette az emberek létbiztonságát, a mindennapi léthez fűződő életkedvüket. Ezért felelősek azok a pártok, amelyek az ország kormányzásában és a város kormányzásában részt vettek. Mi úgy érezzük, hogy a rendszerváltás óta Salgótarjánt egyetlen egy politikai párt sem tekintette a sajátjának. Fölösleges tehernek tekintették, elvitték innen a regionális intézményeket, kiüresedett a megye, gazdaság, politikai eszközök, értelmiség, fiatalok, eljövendő nemzedékek nélkül maradt. Mi úgy gondoljuk, hogy új erőre, friss erőre van szükség. A munkáspárt számára fontos Nógrád megye, fontos Salgótarján, fontos az itt élő emberek, az itt dolgozóknak az élete. Mit javaslunk mi? Tegyük országos kérdéssé Salgótarján sorsát. Ma a Salgótarján élet bármelyik területét vegyék, legyen az munkahelyteremtés, legyen az a főiskola sorsa, legyen az a színház, szinte egyik sem oldható meg az országos politika beavatkozása nélkül. Még emlékezhetünk azokra az időkre, amikor a magyar politikában ott voltak a nógrádiak lobbizó képviselői. Ma a magyar kormányzat környékén egyetlen nógrádi lobbizó sincs. Mi a munkáspárt szeretnénk azt, hogyha Salgótarján sorsa országos kérdéssé válna, és a választásokon és a választásoktól függetlenül is mi országos pártként az itt élő emberekért fogunk lobbizni. Salgótarján sorsát ne helyi érdekcsoportok döntsék el, hanem döntsék el az itt élő emberek, az itt dolgozó emberek. A munkáspárt ezért hosszú gondolkodás után döntött úgy, hogy egy országos politikust indít a választásokon. Ezzel a párt az egyetlen olyan politikai párt a jelenlegi indulók közül, amelyik országos politikust indít. Én nem vagyok salgótarjáni, mielőtt rákérdeznének, ezt őszintén bevallom. Még annak ellenére sem vagyok salgótarjáni, hogy milliószor jártam itt, és nagyon szeretem az itt élő embereket, és sok barátom van itt. De úgy gondolom, hogy az, ami hátránynak tűnik, az előny. Az elmúlt 26 évben nagyon sok rossz dolog történt ebben a városban. Én
sem személyemben, sem a pártomban nem kötődök egyetlen egy politikai, gazdasági, anyagi érdekcsoporthoz. Azt gondolom, hogy friss erőkre, új emberekre és olyanokra van szükség, akik nem kötődnek az itteni helyi csoportokhoz. Mit szeretnénk mi? Jelszavunk munkahely, haladás, demokrácia. A városban az embereknek munkát kell adni. Munkát kell adni azoknak, akik munkát keresnek, és biztonságot kell adni azoknak az embereknek, akik a nyugdíjukból élnek meg, és jelenleg a családjukat támogatják. A kampány során még módunk lesz arra, hogy kifejtsük, mi mire gondolunk a munkahely teremtésbe. Előjáróban szeretném elmondani, hogy mi a helyi vállalkozások támogatását szorgalmazzuk. Azt gondoljuk, hogy országos gazdasági programokkal kell segíteni a salgótarjáni munkahelyteremtést. Sokat beszélnek a helyi idegenforgalom fejlesztéséről, de nagyon kevés történik ennek érdekében. Mi úgy gondoljuk, hogy erre lehetne felfűzni az idegenforgalomra, a helyi vendéglátásra a gazdaság egyik fejlődési irányát. Legyen olyan főiskola, ahol az idegenforgalmi ipar szakembereit képezik ki az ország minden számára. Legyen olyan főiskola, ahol tájépítészetet tanítanak, környezetvédelmet tanítanak. Legyenek olyan szakközépiskolák, ahol magasan kvalifikált pincéreket, felszolgálókat, idegenvezetőket képeznek. Az állam támogassa az idegenforgalom építését. Ahányszor itt kitekintünk, mindig elszomorodok a karanszálló láttán. Ma, ha valaki idejön a városba, nem tud hol megszállni igényes körülmények között. Legyenek szállodák, építsenek szállodákat, és ehhez is induljanak állami programok. Elég az elmúlt 26 év kínlódásából, ingadozásából, szenvedéséből. Ezért támogatjuk azt a javaslatot, hogy legyen egyetem, főiskola, az Zente Ferenc Színházból legyen egy valóságos professzionális színház, egy igazi megyei színház, legyen multiplex mozi, legyen ingyenes internet a városban, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy internetezhetünk, hanem azt is jelenti, hogy az itt és a környéken élő emberek bekapcsolódhatnak a világ folyamatába, olyan munkákat vállalhatnak, amelyeket ma interneten lehet elvégezni. Erről is sokat beszélnek, de valójában keveset tesznek meg érte. Mi a demokrácia hívei vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy az itt élő emberek véleményére kell támaszkodni. A kampány során én el fogok menni nagyon sok emberhez, és meg fogunk mindenkit kérdezni, mit vár a munkáspártól, mit vár személy szerint tőlem, abban az esetben, hogyha beleszólhatunk a helyi politikai életbe. Ha a munkáspárt polgármestert ad a városnak, mi szeretnénk létrehozni az itt élő emberek, az itt dolgozók képviselőiből egy népi dolgozói fórumot. És ha polgármester lennék, akkor egyetlen egy kérdésben sem döntenék, az itt élő emberek megkérdezése nélkül, egy népi dolgozói fórum véleményének kikérdése nélkül. Befejezésül szeretném elmondani, hogy mi nagyra becsüljük azokat a terveket, elképzeléseket és azt a munkát, amit Salgótarján város vezetői az elmúlt évtizedekben végeztek. Ha valaki az interneten rámegy, láthatja, nagyszerű tervek vannak a városban, nagyszerű stratégiai fejlesztési elképzelések születtek. Nem kell felfedezni a spanyol viaszt, a jó terveket meg kell valósítani, de meg kell valósítani. Elég a szavakból, elég a másra mutogatásból, elég a csodavárásból, elérkezett a cselekvés ideje. A munkáspárt ezért indít, polgármester, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a munkáspárt jelöltjeként bekapcsolódhatok ebbe a küzdelembe.